Szevasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Itt ülünk Róberttel. Eltelt egy év. Az a durva, de nagyon-nagyon durván gyorsan. És alig volt idő foglalkozni az előző WWE játékkal, és itt van egy új. Igen. Úgyhogy köszi szépen a Szenegának, mert megdobtak minket egy kóddal. Ezzel tudjuk ma megmutatni nektek ezt a játékot, és hát igazából belenézegettem a kritikákba, és agyon dicsérik. Nagyon-nagyon-nagyon. A tavalyit is nagyon dicsérték, de azt mondják, hogy na ez még jobb lett. Tehát, hogy nagyon jót tett neki ez a két év pihi, amit kapott, ugye? Annó a Covid-ére, hát volt ugye egy minősítetetlen gány. 19, igen. 19-ben csináltak egy ilyen orbitális szart, de az tényleg olyan volt. Azt megnéztük, emlékszem Mátyásnál, a Wellingtonnál. Igen. Aki megvette az extrát, ugye, tehát a Deluxe mindent. Néztük, hogy ez mi a szarom, ez a 2K 2007, annak idején azzal játszottam. Hát olyan volt, úgy nézett ki, igen. Igen, de ez nem olyan. Ez állítólag nagyon minőségű. Igen. Most fogjuk először megnézni. Kicsit mást fogunk csinálni, mint tavaly. Most nem fogjuk a karakter generálással tölteni az időt, hogy aztán egy ilyen undorító embernek nem kinéző valamit kreáljunk, hanem megpróbáljuk jó tartalmasra csinálni. Igen. Egyébként Igen. Itt alul lesz majd Robert adarakja, az a érkeztető oldal, vagy mi az anyám, ami elviszíteket a Szenegálnak az oldalára, ahol meg tudjátok vásárolni a játékot. És most a következő nem tudom mennyi időben meg az fog kiderülni, hogy ezt mennyire érdemes. Jó, nem kell elfogultak lennünk, csak megmutatni, nem vásárolták meg a véleményünket ezzel a kóddal. Úgyhogy megvásárolták volna abszolút egy életre. Szóval megmutatjuk, hogy hogyan néz ki. Szóval itt látható a play, az nyilván az exhibition. Csak én irányíthatok, sajnálom, ezzel akkor a kontrollát lehet irányítani. Szóval, légy a kezem. A menü pontosan úgy néz ki, mint az előzőben, ez nem is kellett változtatni. Nem, ez nagyon jó így. Amit el kell mondani, mert nem fogjátok hallani, mert ez a YouTube-ra megy, hogy igen, istentelenül nagyon jók a zenék megint. Nagyon jó. De hogy most igen, főleg nagyon jók a zenék, és én annyira imádom, mert mindenhol ez a széthajtgatós, meg doboz éneklés, meg tudod, ezért nem kezdél a koncertet a csávó, hogyha nem működik a dobozka. Itt fasz a punk rock zenék, metal, rock, tehát mindig is a pankreációnak ezek a tökös zenék voltak, amik passzoltak hozzá, totál hozza a játék, ezáltal marha jó a hangulatod, miközben foglalkozol vele, és ez a része nagyon jó. Így van. Na, amit a play-be megyünk, ez már megváltozott, tehát kicsit talán egyértelműbb lett, talán kézefoghatóbb, itt van az összes aréna, amiben meg tudunk menni minden téren, meg azt gondolom, hogy lesznek majd nyilván custom arénák, onnan le tudod tölteni a ACV-t, további, azt is. Meg... Kicsit ki vagyunk egyébként, mert ugye dupla gála volt, és kicsit Robert egyébként elmondom egy nap alatt, vagy egy másfél nap alatt ilyen megvágta a vendettát. Igen. Mire látjátok ezt a videót, úgy kb. Akkor már kín van a vendetta is, úgyhogy igen, gyertek egyébként. Ebben most töltődik fölfelé. Igen, a csatorna tagoknak lesz látható, úgyhogy gyertek a csatorna tagnak, de ez csak egy rövid kitekintés, szóval igen, itt van az aréna, a mérkőzés típus. Így van, tehát itt ki tudtok választani mindent, hogyha csak egy fanolni akartok egyet a kanapén az ismerősötökkel, akkor itt tudjátok a birkózókat kiválasztani, a meccs típust, a meccs típus szabályait, az arénát, szóval ez maradt gyakorlatilag nyilván. Ezt majd egy kicsit később szerintem meg, hogy kontrollba, stb. Változott bármi. Még egy ilyen általános gondolatom van, ez a saját tapasztalatom, mert a tavalyit PC-n próbáltam ki. Ugye kaptunk a Szenegától akkor PC-re és PS-re egy kódot. Idén PC-re már nem is kértünk, mert nekem az a véleményem, egyébként teljesen franka a PC-s verzió, ez egy totálisan kizárólag ízlésbeli dolog. Abszolút. De nekem ez egy tipikusan olyan, mint például a FIFA is, amit úgy kanapéről nyomsz. Ez egy tipikus konzol játék. A UFC ugyanez. Amúgy is sokkal kényelmesebb szerintem már hátulról kanapéről játszani. Igen, igen. Vettem egyébként egy ilyen Xbox kontrollert, hogy PC is legyen kontroller. Ilyeneket csinálok. Használtam kétszer egyébként, ha valakit érdekel eladó. Ezek a játékok, ezek tényleg konzolra vannak kitalálva. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudnék elképzelni egy FPS-t ilyen kontrollerrel. A Showcase, az most John Cena karrierjét tudjuk végigtekinteni, ez de... Ez volt tavaly misztérió. Így van, de itt nem John Cena szemszögéből, hanem az ő ellenfelei bőrébe bújunk, ahol meg kell verni Cena-t. Tehát a Cena legnagyobb vereségeit nyomhatjuk végig. Mennyire jó. Ami amúgy azért király, mert egyrészt soha nem ugyanazzal a movesettel fogsz játszani, tehát mindig különböző lesz. Másrészt meg hát Cena azért a legnagyobb sztoribba volt, és ezzel
gyakorlatilag végigjárhatjuk ezeket a pontokat. Hát ja, ebbe egy picit belemehetünk. Gyakorlatilag le vannak lokkolva, tehát a lege, tehát sorba tudsz csak haladni, nem tudod kiválasztani, amiket szeretnéd. Iszidna One Night Stand Rob Van Damme-mel. Hú, igen, emlékszem arra a meccsre, és itt bele lehet nézni a meccsbe is, mert a Mysterio-nál úgy volt. Úgy emlékszem. Van egy intro, ez úgy van, hogy ha a meccset játszod, akkor amikor elérsz azokra a pontokra, akkor beadja a tévés adás képét, a rendes tévéadás képét játékból tévébe. Na jó, az menő. És aztán utána vissza ugyanúgy. Ez az azért rohadt menő szerintem, mert így megismertett téged a magával, a WWE világával, nagyon, és nagyon, a pankrációval, nagyon. Hogy amúgy láthatod, hogy úgy élőbe ez volt az, amikor a pólóját visszadobálták? Igen, ez volt az, amikor úgy emlékszem, hogy RVD hozta a címeket, talán ő volt a bajnok, és Cena a kihívó. Nem, Cena volt a bajnok, és utána... És ott nyerte el RVD? Így van. Igen, ott nyerte el, mert Edge bezavart. Hát igen. Meg ugye... Most már nem kell végigjátszottak a showcase-en ezt a meccsét, ez voltam ugye vége. Meg hát ott azt hiszem, ott olyan volt a közönség, hogy nem volt így más választás. Original EasyDub közönség volt, szétfújolták Cenát, a pólóját, amikor bedobta, azt megköpködve dobták vissza az arcába. Úgy, hogy jött többször. Istentelen nagyon jó hangulat volt, mindenkit Easy-re rakjuk szerintem. Ki tudjátok választani, szerint... igen, a nehézséget. Nehéz amúgy, általában ez is nehéz. Na menj már! Menj ma az anyádba, hogy néz ki. Igen, ez nagyon durva. Azt a rohadt. Jó, objektívek vannak, azokat kell teljesíteni. Ó, én vagy, bocsánat, azt hittem színe vagyok hirtelen. Ja, és akkor az ellenfelét is kell irányítani? Így van, tehát nem te fogsz kikapni. Nem neked kell kikapni, nyerned kell, na. Aha. De figyelj, baromi jól néz ki. Nagyon. Azt a szentségét, a mozgás fluid. Sokkal közelebb hozták a kamerát egyébként, én azt látom. Meg most először nem érzem azt, tudod, hogy ilyen kocka lények csinálják a mozdulatokat. Hát most először ilyen emberszerű fluid mozgás van. Na, a második objektív, amihez el kell jutnunk, mindjárt megmondja, itt egyébként, ha az options gombot megnyomjátok, akkor itt megmutatják, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy a... Ez talán ugyanaz volt tavaly. Ez pont ugyanaz. Nem is kellett ezt hozzányúlni, mert ez a része, ez a showcase. Igen. Ez a showcase igazából ez egy extra. Ez nem a story, igen. Ez nem a MyGM, ami egy marha szórakoztató szerintem. Én úgy gondolom, hogy ez a két dolog, a story meg a MyGM, a legtöbbet nyomja mindenki. Ez meg egy extra hozzá, hogy közelebb hozzon magához a pankrációhoz, a WWE-hez, meg Cenához. Ezt elvileg most ki kell vippelnünk a jó Jánost. Aha, jó lesz, amikor egymásra nyomjuk, mert már most látom, hogy te már tudod, hogy kell mozogni benne. Nem, én nem. Ez ugye baj? Hát akkor... Pisztegnőni, Rocking Navy Tour. Hát amúgy... Nem így nézett ki az a meccs. Na, ez nem az volt. Nem teljesen. De most amúgy, vajon ilyenkor mi van? Ilyen. Sikerült? Biztos mennyire jobb, hogyha itt szól a zenéje. Hát igen, ez... Ja. De akkor meg elpusztít minket a YouTube. Akkor kiköp és... Van ezzel így is elég bajunk. Jó, hogyha ebbe energiát raktok, higgyetek-e jó, de felállokoltunk kettőt. Nincs ezzel probléma, szerintem egyiket ezt kellett csinálni. Amúgy ennyi, ezek maradtak ki. Jó. Csapjuk. Mi ez? Ki tudjuk választani a journey-nket? Journey-t. When your aunt is a beloved of the village, hogy olyan sztori van, hogy a rokonod, az a nénikéd. Így van, és hogy aznak az árnyékából kell kilépned. Azt a szentség, hogy ilyen konkrét sztori választás. Mi a másik? The Lock. The next big thing in future. Aha, nagy várakozásokkal készülsz a debütre. De meg tudsz-e felelni ennek a nagy elvárásnak. Hát tehát két különféle. Ez elég király. És akkor lehet, hogy ez a női, az meg a férfi sztori? Szerintem igen. Nézd, szerintem ez a női, amúgy. De ez a csaj sztori. De nem volt izé, generálás. Tehát így nézünk kicsá. Ott van Stone Cold a háttérben, iszik. Jó csaj lettünk, ami viszont fontos. Oké, és igen. Stephanie Hunter, hol vagyunk időben? Hát ez... A múltban vagyunk. Ez eléggé. Az egy hosszú hajú Hunter volt. 2002? A Cena itt van. Cena. 2002, mert ez még a bugyis szín. Ja. Nagyon adom. Elküldtem Vince McMahon-t vágni, olyan? Ez még nem mi voltunk, hanem a nénikénk, aki a múltban... Az lehet! Az lehet! Ez még nem mi voltunk, igen. Mert biztos, hogy van karaktergenerálás. Mi lennie kell, biztos, hogy... Justine, ő a nagynénénk, vagy nagyanyánk. Nem, nagynénénk. Biztos nagyon jó zenéje van.
Igen, képzeljétek oda a legmenőbb zenéket, mert a Birkó világ egyébként azokat tartalmazza. De mi már így rettegünk Roberttal és összebújunk ezzel kapcsolatban, mert a copyright claim az így jön a semmiből, neked ilyen kettőkor, hogy találtunk valamit. És 5 évvel ezelőtti dolgokra jön. Igen. Tehát most találtak a 2017-es egyik private-be valamit. Igen. Hát kösz. És akkor névidgathatjuk a 6 évvel ezelőtti videót meg az. Ha itt lenne Tamás, felismerné a bírót. Mondaná, hogy az a Rör Patrick. A 2002 akkor ő volt. Hát persze, hát akkor ő. Persze. Igen. Aha, és itt is vannak ugyanúgy. Egyébként Molly Hollyval birkózunk. Azt akarja, hogy észre kezdjünk el verekedni, és light kombókat adjunk Molly Hollynak. Uh-huh. Tehát itt is mondja egyelőre még, hogy miket csináljunk. Ez nem tudom, milyen nehézségem van, itt nem kérdezett meg minket. Hát, hogyha easy-re raktuk alapvetően, akkor gondolom ez az is az easy. Az azért volt, az a sok kész volt. Aha. Akkor az is lehet, hogy itt nincs nehézségi szint. Egy dive mehetne. Sőt. Mármint, hogy úgy értem, hogy nehezedik folyamatosan, ahogy mész előre. Igen. A sztoriba. Igen. Hogy egyébként az ilyen created karakterek, azok azért nem néznek ki annyira faszán, mint a valós karakterek. Tehát a... Uff. Anyám! Szóval, hogy... 2002! Hogy azért ez a Justine, aki a nagynénénk, ez nem néz ki annyira prón, mint Molly Holly például, aki az igen. Ellenfele. Hát, nem, hogyha csak így megnyernénk ezt a mérkőzést. Igen. De nem. Ugyanis női birkót nézni és várni a meccset. Igen, nem mindig hálás, valóban. Ezt a meccset nyerd meg, hogy megnézzük egyébként, utána hogy néz ki ez a sztori rész. Tehát tavaly emlékszem úgy volt, hogy így minimálisat lehetett így mozogni, hogy így kivel beszélsz, kit hívsz fel, mit tudom, egy telefonodat meg tudtad nézni. Lehetett ezért csicsetelni, és Alexával csajozott Piti az előző játékban. Oh. Tehát akkor végül is gyakorlatilag egy ilyen real life filmző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 
Engedi? Nem engedi? Szépen van megcsinálva, ezt még egyszer el fogom mondani, utoljára még egyszer a mozgás. Mennyiről, hogy közelebb van a kamera? Ez sokkal jobb. Minden? Nem lehet ez csak úgy. Ebben a játékban egyébként újdonságként bekerült a War Games. Azt ki fogjuk majd próbálni, mert az egy újdonság, az eddig nem volt, úgyhogy ezt meg kell néznünk. Roberttel egymás ellen fogunk csapatokat indítani, úgy gondolom. Már ha meg nem döblök addig a macska szőrétől, ez nyilván benne van. Na. Charge finisher azonnal, R2X. Ott be neki a finisher, nem tudom mi lesz az, de ott kint fájni fog. Hát ja. Ez ja. Anyád. Ez oké. Azt, de ugye, hogy ez a, hogy a moveset az ázsiai csajtól van a lopva a Smackdownról? Hogy hívják? Sayali. Sayali, igen, jó. Amúgy ez megvan, megvan a női jöv. Én úgy érzem. Egy Sayali mozdulatot ad. Failed. Failed? A like combók elmaradtak. Azok el is fognak. Azok el. Akkor lépjék ki a francia. Hát akkor ez a női. Szóval a My Faction, amíg itt megoldja a dolgokat. Ez tavaly volt, tavaly került be, ez az NBA-nek a már jól ismert My Team-ből átvett birkókártyás verziója, ami tök király, amúgy és iszonyatosan jól néznek ki. De nem volt multiplayer, hanem csak így gyűjtötted a kártyát, és így magadnak volt. Jó magam, ugye, mert öreg vagyok, büszke öreg, azért semmit nem játszom multiplayerben, emlékszem, egyszer kipróbáltam, nem igaz amúgy, középiskolás voltam, a Warcraft 3 az iszonyatosan pergett. És legyőztem embereket. Oh. Tehát akkor még én is ilyen jobban nördnek számítottam. De amikor kijött a Red Dead Redemption 2, amit megvásároltam, és utána mondtam, hogy egyszer megnézem, hogy milyen az, amikor a neten játszom, mert most kíváncsi. Van online. Van online. És az jó? Hát jó lehetett volna, ha csak én vagyok ott egyedül. De az, hogy azt látod, hogy a cowboyok is így ugrálnak meg, így nyújtva az ugrást, repkednek a levegőbe és lelőnek 1000 millió méterről. Nyilván olyan gyerekek, akik tudom én nektek, geci. És 18 órát tölt vele, bazd meg, amíg én tudok hetente egyszer hármat vagy kettőt. És akkor itt lehet customizálni a magát, a factiont, hogy nézzen ki az. Az most a legkevesebb. Igen, ez az a nameplate. Hát másunk nincs is, tehát ezeket kaptuk meg. Ez van, ezt meg. Mutasd meg, hogy lehet összemérni az erőnket valakivel.
menedzser. Nyilván szarrá fognak verni, gondolom, mert még nem tudod, hogy kell irányítani, persze. És majd befogadni valakit, aki viszont... Ne, hát miért nem mondjuk, egy napja jött ki, de az egy nap hozzámban 23 órája már csinálom. Ez lesz, ugye? Kapunk login, tehát napi bejelentkezési rewardokat, szóval minden nap bejelentkezel, kapsz vagy pontot, vagy valami pakkot, vagy kontraktet, szóval... Régi telefonos játékok voltak ilyenek, hogyha belépsz minden nap, akkor kapsz egy pontot. Majdnem kész vagyunk. Ja. Az, hogy Xavier Woods folyamatosan ott van, igen, azért ez le van egy pontot. Egy kicsit igen, Laker kód. Itt is vannak Laker kódok. Twitteren tudtok vadászni egyébként, vannak ilyen 2K, WWE, Laker kód, biztos, hogy lesz ilyen, és akkor oda kidurrantják a legfrissebb Laker kódot, beírjátok és kaptok valami különlegességet egyébként, ez egy külön kis extra. Biztos, hogy benne, hogy a WWE adásokban is lesznek Laker kódok, amiket ott azonnal beváltotok, akkor lesz challenge-ek, ezek azok, amiket mondtam, azokkal tudsz fejlődni. Fú. Én úgy láttam, hogy Xavier Woods-ot leszerződtették, ő segít minden. Igen, tavaly drógulák volt, és igen. Most kicsit ő egy, igen. Nyilván az övé akkor a tutoriál, mert azt olvastam, hogy egy ilyen komplett tutoriált kapsz, ahol Xavier Woods konkrétan elmeséli neked, hogy mizu, és utána meg is mutatja, hogy tudod ezt a játékot irányítani. Az az elején lehet, hogy hasznos, hogyha valakinek az első WWE játéka például. Nézd a quick play. Na, ez így fullos. Hopp. Hoppá! Batistával jön az ellenfél. Egy weekly tower rewardot látod, weekly towereket lehet teljesíteni, amivel rewardokat kapsz, és valószínűleg ezt a kártyát mabból szedte ki, hogy ő grindolt. Tehát már ja, tapasztaltam. Ő már nyomta, igen. Sikip úgy hívják. Sikip Destroyer 3-3-4-5. Ja, Sikip a csapata, majd a promóciója. Így van. Na látod? Látod, ezért nem fog tudni nyerni. Nekünk van tényleg egy pankráció promóciónk. Amit úgy hívnak valamit, hogy HCV. Most csinálnánk egy másikat, nem az lenne a neve, hogy Sikip. Ó, ez még a faszom aréna, Jézus! Thunder, no! Így van, csapda. És most tényleg csak a másik végén egy élő ember irányítja Batistát, ezek szerint. Ez az online játék. Ennél nem tudtam boomerem mondatot elsütni, ezért ezt ide tartogattam. Létezik ilyen valaki? A vonal másik végén. Jó, tehát már sztánosok vagyunk, elmondom. Egy clothesline sikerült, és most pedig szarrá lesz. Már a jobb iszonyat. Felkúrta magát, mi? Hát... Ugyan jól meg van csinálva Batista. Nagyon. Ez amúgy egy kiváló helyvét összecsapás. Lehetne. Igen, lehetne. Úgyhogy adjad neki. Hopp, ott meg volt a kontra, jól láttam? Igen, azaz. Igen. Így van, Robert, mostantól nem állhat fel. Haló? De miért van rögtön egy maximális stun rajta? Nem, ott a fejes, így van. Ez még nem a Glasgow Kiss. Finisherét remélem be tudod adni. Azonnal counter. Stun. Miért vagy stunned mindentől? Hát van valami olyan kártyája? Elképzelhető vannak... De miket kúr le? Álljál már meg, bátyja! Menj már innen el! Hogy jött a kis fejével a Glasgow Kiss-re? Menj el innen. Egy mellé fejelés. Kicsi pihi, nyugi. Nagyon jól néz ki. Csillan. Hú, a nyomorúságos Thunderdome, emlékszem, mennyi adást kellett közvetítenünk az arénán. Ezt még minek csinálták meg? Ez katasztrófa, mert hogy jól néztetnek minket rá, hogy ez ne. Volt. Igen. És élő ember igazi fejek vannak, amúgy odarakva, csak mondom. Esetleg nem kérdeztek minket? Ott van valahol Szajbert János. Igen, ő nyomta. Kollégánk. Oj, de jó! De jó átfordítás, macska! Meg lehet, de megérte volna egyébként. Így van. És szamuai ilyen repülő fejes. Most figyelj, ott elbátortalanodott. Mert bejött az anyja. Picsi, ez 30 óráját csinálni, még egy kicsit. Nagyon jó, Robert, te magadra találtál. Dive, amúgy. Alá tette, meg kártánál azt a szaró bögrét, tudod, amikor sokan gémeltek. Nagyon jó, igen. Oj, de jó! Menj csak elindul. Mit borul? Drew amúgy tud dive-olni, vele volt az, hogy felakadt a fasza, amikor kiugrott. De az hogy tud felakadni? Hát így bounce-olódott egyet a kötélen. Oh. Volt róla egy ilyen, hoppá, jelz. Hogy van a kick-out, azt tudod egyáltalán? Jó, akkor így. Kétszer kell menjünk. Ott kell megállítani, aha. Aha, jó. Oj, de jó! Nem. Oj, de jó! Ó, nem! Nem. Jó, az a Batista alap, ez durva amúgy. De jó, az a zöld gírje. Örülök, hogy nem lehetett vége a játéknak egy perc alatt. Ott a kötél alatt vagyunk testvérek. Az, ja, az mindenhol robbrik kéne legyen. Vigyázz, megy ün. Jó. Menj el innen. Ezt jó. Így van, nincs meg elég momentumod valamire? Így ez a vagy, ő is tudja, hogy kell kontrázni. Aj, de jó! Batista soha nem mert volna megkockáztatni egy ilyen legdroppot, hogy segre érkezzen a szarderekával.
nagyon atom. Ez csak meg, ez egy cover-t megér. Cover-nél nem kell semmit nyomni, az magától? Nem, az csak remélsz. Egynél kirúgott. Nem tudom, ez a karika fölöttünk, majd mondjátok meg. Győzöm nincs. Még azt is levették, hogy Drew-nak a combtőjénél, ami ott a seggénél van, ott szőre van. Tudod, még ez is megvan, minden megvan. Batista összes tetkója. Nagyon jó, kontra Robert, de jó, hogy nem engem szivatsz ezzel, engem hogy megkosszol. Mindjárt fogunk. Spinebuster, nem jó. Nagyon jó. Van gond. Pedig nem megy rosszul egyébként. Már három csillagosan, Dave Meltzer szerint három csillagosan megcsin. Dave Meltzer az Amerikában, ami nálunk a doktor. Igen. Igen. Jó. Ez egy finisher lesz. Nem gonoszul néz. Jó előjel. Ez itt Távozz innen. Az mi kontra? Távozz innen. És akkor ez esetben... Nem. Akkor pin, de ebből ki fog rúgni. Ki? De nem történt semmi. Egynél kirúg, hegykén. Jó, a vádolkon ugye nem tudod változtatni. Nem. Egyébként neked nekifutásból van a finisheredben a Claymore. Köszönöm. Ott van, egy kicsit, hú! Menj már, hogy beadja a Claymore-t, számol! Menj már, halló! Hú! Ott a pin! Lefelé nyíl! Stand a csávó! Számoljál, more! Egynél! Hagyjál már! Tudj, volt egy ilyen ultimate badge. Hagyjál már! Úgy érzem, ez a morálunkat szétbaszta. De jó felcsesztük legalább. Ne, hát most mit... Nagyon rosszra kopta magát, sajnos. Ezután a finisher után áll a pillanatban. Áj, de nem, ez nem igazság. Hát... Ó, bazd meg. Ja. Pedig benyomadta a Claymore-t, ez nagyon szép volt. És hát ugye, amiben a világ összes pénzét el tudjátok baszni, az itt lesz. Milyen jó, hogy lehet károkodni egyébként. Nézzétek! Ez nem a televízió. Ez nem. Hát tessék, vegyed meg 6700-ért. De mi ez? Itt tudsz pakkokat venni. Ebben kártyapakkokat? Ezek a kártyák vannak. Diesel, X-Pack, X-Pack. Jó, Diesel az mondjuk oké. Montesfort. 6000-ért. 4500 My Faction, pont nekünk 230 van, csak jelzem. Hogy körülbelül mennyivel kerül. Van kibontatlan pakkunk, vannak! Igen, mert ugye a Senegaltól Deluxe Edition-t kaptunk, úgyhogy ezeket most kibonthatjuk, ha... De kaptunk, ez egy kicsit húzás, de... kibontogassuk most őket, nézzük. Hát nézzük meg, persze. Deluxe Edition. János iszonyat baszó fotója rajta. Na ott már egy Emerald? Nem is tudom, hogy nevezik. Ezzel kellett volna már nekiindulni a háborúnak. Edge, jó, de jó! Egy arany Edge. Egy arany Sina. Jó. És ez a cucc. Hát egy Bianca Belair. Oké, de jó, de ezek amúgy mind erős kártyák. Ezek jó kártyák, igen. Egy kicsit jobb az ilyen felhozata. Danger Zone, ez az, amit itt láttunk. És akkor ezek szerint nem kell megvenni, a Deluxe Editionben ilyeneket kaptok. Sokkal előbbre tudjátok kezdeni. Igen. Szedjük Alexander, ahogy? Mennyire király, hogy benne van, hogy ismerjük. Igen. Kb. Személyesen. Bad Bunny. Bad Bunny Premium. Ó! Ott egy Ruby lap, az tudja, hogy iszonyat basszó, ez mind Ruby akkor. Ó! És akkor Bad Bunny lesz. Így van. Bad Bunny ezek szerint benne van. De jók ezek a kártyák, Jézusom, nagyon jól meg vannak csinálva. Fú. Hát az a Red Box majd szórakozni. Ebből biztos, hogy lesz évig ebben az esetben már. Biztos. Viszont akkor legalább leporolhatjuk a HCV Twitch-et. Le. Ezt le. Ez így megéri már nagyon. Jó, hát ezek meg Miz. Most ott a Miz fogynyadt lénye. Hát ez is de Belli tudod veletok. Ja. Ja. Jó lehetett. Egy még maradt. Azt még nyisd ki. Azt már megnézzük. Persze. Az valami alappak. Valószínűleg alap lesz. Igen. Még némplét. Ó. Oh. Egy MVP. Igen. És én Mustafa. Egyen meg. Pedig olyan jó az a gyerek amúgy. Most jön az, hogy... Nézzük a birkót. Most jön az, hogy... hogy... Megragadom a kontrollert, nézzük meg, hogy mit tud. Na nézzük, mi a backstage, bro. Szóval az van, hogy ami
Még mikor jelent meg a játék? Egy hete? Mai naphoz számított egy hete. Ami akkor volt a WW-ben, az benne van. Aha, tehát viszont, minden. Viszont nem fogják update-elni ezt. Tehát ha valaki új karaktert kap, új valamit, abban nem lesz update-elve, csak a My Faction lesz update-elve. Ez... Jó, de ez így korrekt, mert egyébként így is napra kész jelenleg, de hát igen, hogyha... Meg most... hát úgyis majd customizálják majd a fanok, és... Igen, igen, ahogy, leszel, ahogy minden. Ami az összesben benne voltam, eddig büszke vagyok. Na, hogy néznek ki? Jól amúgy. Hát tudom, mikor bápoltam volna ezt ott a JBL-t. Ó! Van ref, vagy itt csak verünk és... Nincs ref, hát ez backstage bro. Melyikkel fut? Aha, így fut. Na akkor viszont látásra. Gyere csak ide. Ó, itt fel lehet mászni. Állj, várj, meg kell találnom, hogy kell felszedni valami cuccot. Erig innen, Robert, menj, menj, menj. Akkor. Ahogy, Plastic Roads. Hogy lehet, várjál, hogy lehet felvenni a tárgyakat? Az a barra próbálok rájönni, csak mindig ide jössz, várjál. Így. Ez a... Ezt. El, aha. Ja. Na, nem most akarja. Kész a tervem. Gyere ide, Robi. Nem akarja, hogy felvegyem. Na, jó, fölvettem. Ezt hoztam neked! Egy szorosz hozzá! Oké. Ó. Ha. Nagyon jó meg van csinálva. Én nekem ez nagyon tetszik ez idei. Hát ez haló. Csak megtaláltuk a módját. Jó, hát ezt itt jogosan fekszik, úgy érzem a koma. Visszajövök. Nem volt ez semmi. Ez Infinity War. Ó! Így van. Az megvallja a finisheremet. Ó, tolóbló! És azzal kiütötte. És nyertél. És nyert. Tak! Tehát az, hogy te gerince bámpoltál a 10 méter betonról, az... A here. Na jó, de a lóbló az finisher amúgy. Na. Női meg csak kizárt. Michael, itt van ez a már jelenlegi verziója is. Tényleg? 183 éves. Az egy 87-es még most is. Ja. Így, itt van a klasszik. 2005-ös. Sőt, ez még nem is a klasszik, a 95-ös. Az a klasszik. Hát így az idő múlásával már. Sokat volt. Boogeyman? Rengetegen benne természetesen. Nagyon sokan. Szerintem az orosz még nagyobb lett. Jumanga. De neki nem Baba Tünde volt a neve? De. Commander Aziz. Tavaly volt, benne maradtak azért sokan, de Vader benne volt tavaly is a 98-as Undertaker. Virmahán. Debütált végül, az ami lett? Ott van Virmahán, most már tagben van NXT-n. Lecsapták oda, teljesen jó volt. Hát nem fogok ellenállni egy Yokozunának. Na ilyen Dragunov. Hát ez egy... Ja. Ez erős lett. Ez erős lett, így igen. Na, van egy kis mismatch. Na nem! Abban a pillanatban. Gyere ide! Végre! Végre tudok valami rosszat mondani a gameről. Ennek azért örülök. Már a 2007-esben megoldották, hogy a súlyokat az in-ringgel lehessen nézni. Ami azt jelenti, ezt el kell mondanom, hogy ugye nem tudja egy 50 kilós birkózó a 120 kilós ugye feldönteni, megemelni. És ez azért fura, mert amúgy ott volt lightweight, heavyweight, tehát lehetett választani. Akkor minek van? Nem tudom. Lehet, hogy megemelni nem tudja, de lesztrájkolni meg igen, de az is, de az se kéne. Az végre tudunk mondani valamit, ami nem jó amúgy, hogyha nem nézi a súlyt, az nem faszom. Semmi, Robert, de hozom itt a szomai felütést. Amíg én itt értek ezekre róla, hogy mi van, megfogom a kis kezedet. Nagyon apró Dragunov itt. Nagyon. Egye! Egye! Ez a felszúrás után. Hát marha jól néz ki Yokozuna. Nagyon hát jó. Pont így nézett... Pont úgy nézett ki? Kimegyek, és pont így gurult kifelé egyébként, amikor bajba került. Imádom, tehát marha jól meg van csinálva. Igen, ezeket a tutoriálok. Túrom. Nem tudsz beleszólni, hogy túrom. Na nem. Most vagy mi nem állítottunk be valamit, és ez be lehet.
Vagy ha nem, akkor viszont fuck you, ez nagyon nem oké. Okay. Indisít mód, arra gondolsz? Hát, ez nagyon nem oké, okay, hogy azt hittem, hogy én meg már nem bírlak megemelni. Szentségit. Ajj! Na ne! Állom ide! Ajj! Nem kérem! A szentségedet, Robert! Állj ide azt a szart! A hülye kezedet eltöröm! Amúgy itt láthatjátok, hogy miért nincsen cellames nálunk, mert nem lát át a kamera. Persze! Nem lát át a kamera! Úgy. Érdem szerint. Ja, nem tudjuk irányítani, tehát valószínűleg akkor még sokkal szórakozhatóbb, hogyha... Na végre, egy olyan dolog, ami megtörténhetett volna. Így van, ez így oké. Akkor mászom fel a felső kötélre, Robert. Ez nem történhetett meg. Ilyet nem tudott ugye a Yokozuna. Leblex Handle, az még talán ment is volna. De nem borította. Na most jó, most nem borította föl. Ó, várj, valami van, ez neked villant föl? A kis lábával miért oda rúgott? Asszik! Na, te mindig elveszed! Mi kell az neked? Te ez mit szólsz? Nagyon intenzív amúgy ez. Nagyon. De jól meg van csinálva. Bár tény, hogy nagyon könnyen counterölhető szintet, még nekem is sikerülget pedig. Nem az akkora mágus benne még. Á, nem. Á, nem, ilyen nincs, hogy már ment videltet ilyen kozunál. Mi hagyjad már! Hagyjad már! Na jó, ezt sajnos nem tudom, hogy be lehet állítani realisztikusra, és az alapja nem az. De hát én gondolom, hogy nem, tehát hogy ez van, az kész. És ez amúgy nem tesz jót a játéknak. Érdekes, hogy ez már meg volt oldva egyszer, és hogy igen, ezek fogták és kivették. Fogták és kivették, és azt mondják, hogy történt. Nyugodtan! Nyugodtan! Gyere! Hogy állt ez egy csúszan ott a lépcsőn, figyeld már! Hopp! Adom. Na jó, hát én fölmászom erre Yokozunával, hát most mi mást? Másszál föl, more... Ne, mi? Na, mi? Mit szedsz ki? Ezt nem neked hoztam, Robert. Nem lehet fölmászni az oldalára? Vagy kimenni a Hell in a Cell-ből? Azt biztos, hogy lehet, ezt lehetett mindig. Akkor a fenyítések. Nem tudom elhagyni. Már és hogyha kimegyek a... Ott esik. Nem lehet leverni a lakatot, hogy valamit csinálni? De... Azt se találom most jelenleg, hogy mivel fut, vagy nem tud futni, mert túl súlyos. Ezzel R2. R2? Hát nem fut. Nem, bezzek túrni túr. Hagyjad már azt ott. Megkurkásszad. Túrni túr. Mivel megyek vissza? Hát elvileg valahogy be is tudsz futni amúgy R2-vel. Elvesztette ezt a képességet, Yokozuna. Tehát nem tudok visszamenni a ringbe konkrétan semmivel. De tényleg nem. Ez bezzek kiszedi. Hopp! Olyat tud még. És ennyi. Hopp! Adom. Igen, a... Aha. Oda kell figyelmesen is itt olyan dolgokat teszel, ami nem jó. Igen, az R2 a futás, most már rájöttem. Hatalmas védekezésben vagyok. Nem sikerült. Ahogy is van! Már is fel azt a cuccot. Ó! Azt ott kicsapta! Milyen hegyként? Kicsapta oda, igen. Mi ez? Ignite? Az mi? Figyeld! Mi? Menj már! Micsoda? Robert, gyere! Gyere, várjál, bele kell rakni, ez meddig ég. Ha bele... Próbálok oda menni legalább. Jó, el rippelj rá, nem tudsz? Megpróbálom, várjál, hogy van az? Lesz, ez nem az! Várjál! Engedd el a nyakamat! Ezt meg tudod valahogy állítani. Nem azért vagyunk itt, hogy feladásra kényszer is, miközben ég az asztal. Na, engedj el az asztalra. Nyomd a négyzetet. Ezzel van, így van. Ó, jaj, el lehet engedni. Na, megpróbálok rávippelni az asztalra. Én is azt akarom. Gyere fel. Ó, ez is jó. Na, akkor vippelj rá. Jó, rávippellek. Mi az? Azt megértem, hogy nem marad rajta ugye az égő asztalon. Igazából valami journal, vagy valamit valami.
Germant adja. Nem tudod Germant adni? Nem tudom kezelni a gémet egyelőre, de rajta megnézzük, hogy kell Germant adni neki? Várjál. Talán így. Oh! Úgy, így van. Hát egyébként oké volt, de az, hogy egyből feláll belőle, és hogy ennyi volt egyébként a... ahogy kinézett, hogy eltűnik a tűz, eltűnik az asztal, eltűnik minden, azért ezzel nem szartam be. Szóval vannak azért olyan kis megoldások is, ami azért annyira nem közben ilyen zattak. Na, itt az ideje. Mi? Rájöttem Robert, hogy kirúg. Szóval, hogy ez azért lehetett volna szebb, úgy gondolom. Na, így kellett volna bedarmazni. Hát, ja. Gép ellen nyilván más, egymás ellen még kicsit azért megvan az, ami eddig is jellemző volt, hogy egy életen át tart. Igen. Egyébként. Na, de a finisher előtt volt R2X. Igen, de most felkelték közben, és nem tudom, mit kell csinálni. Várjál. Takarodj! Nem tudom, melyikek ezek a gombok! Így döntöttünk. Még a lehető legreálisabb véget ért az eskodós. Ami közben volt, az ott a legreálisabb. Ez már 870 bumpja kozunálta, meg az, hogy úgy kezdődött egyébként, hogy bumpoltott a Dragunov. Igen, na, tehát akkor, ja, így, hogy néztünk egy singles, a kritika, gyönyörű, szép, nagyon Franco Dolph vannak benne, de azért azt megnézhették volna jobban, hogy egy kicsit... Ó, ez borzasztó amúgy, hogy... Kicsit reálisabb legyen. Voltak, érezhető volt amúgy, hogy párszor nem dőltél el, amitől amúgy el kellett volna másoknak dőlni, aki kicsik. Tehát, hogy volt érzékeltetés. Igen, de össze-vissza. Tehát volt, hogy igen, volt, ja, abszolút. Ja, ja, ja. Lehetne itt sok frakciót választani, mert azért így, hogy Deluxe Edition tényleg a világon mindenki benne van. Lehet. Azt aztán nem lehet mondani, hogy ne lenne benne elég. És ami viszont intelligens benne, kiválasztom Seamus, akkor ő alapvetően gondolja, hogy az egyébként a társai, akarom, hogy a társai legyenek, tehát alapba dobja fel Butchot, Twitch Hallendet. Igen, össze-össze fog. Ez egyébként volt mindig. Én úgy érzem, hogy egy kevés színes csapatot. Na ne. Na várjál, ez most így komoly. Bret Hart, André és Bad Bunny. Szerintem egy hülyeség a meccs típus önmagában, mert az a lényege, hogy ketten kezdenek a ringben, néhány percenként csatlakoznak a többiek, de ha mindenki bent van, csak akkor lehet megnyerni a mérkőzést. Odattól indul a meccs igazából. Igen, tehát addig igazából nincs értelme semminek, csak Mirko van cél nélkül. Illetve hát elméletileg az a cél, hogy minél jobban leamortizáld az ellenfél csapatát addigra. Szóval jó, nem mondom, hogy teljesen hülyeség, de mondjuk ennél sok okosabb meccs típus van, de azok is mind benne vannak a játékban, szóval egyébként nem nagyon van olyasmi, ami meg hogyha lenne benne. Ehhez azért nagyon baszó sztori kell, hogy ez jól működjön amúgy. Tehát, hogy érdekeljen az in-ring minden mozdulat a pillanata. Igen, igen. Azt most is el tudjuk mondani, amit eddig is, hogy marha szépen meg vannak csinálva a karakterek, tök jól néz ki az egész. Alapvetően egyébként jó a controlling is. Nagyon, nagyon. Tehát eddig ezt az egy dolgot tudjuk felhozni, mint tényleg negatívum, hogy nincs figyelembe véve a méretarány. Elég kurva nagy baj, de... De igen, de lehet, hogy csak nekünk meg ebben dolgozunk, és tudjuk, hogy mire kell figyelni. Aha, jön Butch, tehát minden én jövök. Still nem. Majd ugye Seamus van, aki általában kontrollálva. Igen, ott lehet látni a ketreceket, tök menő az egész. Na jó, meg van csinálva, igen. Igen, targeting, R3-mal tudod kiválasztani. Szokásos. Őket. Igen. Ez maradt gyakorlatilag. PC-n láttam egyébként, egy fokkal még jobban néz ki PC-n, hát ez normális is igazából. Hát a PC az mindig. Hát ugye a másnak az a lényege, hogy az egyik csapat folyamatosan handicapben van egész a végéig, amíg ki nem egészülnek. Általában a heel, a negatív csapat szokott lenni az, aki fölényben van. Érkezik a jó André! Hát jaj, itt jobban tudod, hogyha megpróbálsz átjönni ebbe a ringbe, ahova André fog érkezni. Nem én választásom volt, de... Átgyűrtek. Igen. André, nem akar esetleg? Még hozza még be a szarokat. Te jól néz ki a movement. Nagyon. Akkor... Na igen, erről beszéltünk, hogy itt
Úgy, hogy ilyen nekifutásos, nekifejeléses minden. André futott valaha? Nem, nem. Nem volt képes arra sem, hogy igyekezzen, egyen meg. De nem is kellett neki, mert akkora volt, hogy most érted, futkossanak körülötte. Igen, ez egy bolygó. Ne ő rohangáljon. A méretarány az fullosan meg van csinálva, az nagyon jó. Nem lenne baj, hogyha mondjuk az alapján is birkóznának. Aztán lehet, hogy ez nekünk szúrja annyira a szemünket, akik ugye ebben a szakmában dolgozunk, és mi tudjuk, igen, hogy, igen, hogy te mondjuk 70 kilósan mit tehetsz meg egy 100 kilósan a ringben. Igen, írjátok meg kommentbe, hogy titek ez zavar-e vagy nem. Ja, az tökéletes, hogy hozzá vagy oda kommentálnátok, mert lehet, hogy ez tényleg nekünk egy ilyen szakmai dolog. Na, akkor nagy tisztelettel megérkeznék a mérkőzésbe végre. Elegyen rögtön jelezhetem, hogy kérek egy weapont. Stopptáblával jönnék, Horace Hogan stopptáblájával. Első vérzés meg volt. Így van, ez a piros villanás azt jelzi. Nem kell több weapon, Seamus, na jó, még egy asztal jön. Azért az még jön, Rodi, még bírják a srácok, ugye? Nem, elég szarul állnak mind a ketten. És nálatok még kiérkezik? Még egy Bad Bunny. Halálos fenyegetés. Seamus, menjél már be. Csináljál már valamit. Bírjál már magaddal! Robert, bírjál már magaddal! Ez a közike. Csipd el! Szentséget, Robert! Egyébként itt élvezhetőbb a Wargames, mint élőben, ugyanis... Igen, egyébként amúgy izgalmas. Ugyanis azért élvezhető, mert ott eltelik 50 perc, mire mindenki beér. Igen, igen, igen. Nagy különbség, hogy itt azért... Itt azért nem telik el ennyi. Figyelj csak, Robert. Gyere egy kicsit, hadd... Gyere ilyen gyorsan, gyere, úgy gyere, hogy be tudjam még mérni. Így van, Snapman. Úgy. Túlságosan ráéreztél, túlságosan hamar. Jó, Bret Hart. Mennyire barna. Istentelen barna. Ketten vagyunk rád, és Robert, nem látod, hogy nem teheted ezt. Jönünk, Sémi. Úgy is van, rá a székra. Így döntöttünk. Bad Bunny. Nem? Ennek nincs létjogosultsága. Ja, és most már ér. Ó, mert már benn van az a majom. Nem. Nem, még nem lehetséges. De most már igen, de az a majom. Ha tudnám, hogy kell irányítani. Ne, Bad Bunny! Add azt ide! Add azt ide, az anyád szentségit! Te még ne dob már, Seamus! Jó, bucs felvette. Legdrop mellé. Még mindig hiányzik valaki? De miért nem engedett most coverölni? Nem tudom. Na, így van! Nem. Na, Robert, hogy lehetséges ez, hogy semmit nem vagy hajlandó? Nézd meg, ezért most mire kényszerítettél? Ah, hülye Bad Bunny. Azt hitte. Na ez viszont jó. Bad Bunny-t le lehetett vinni együttésből. Nesze! Azért mondom, hogy próbálkozik amúgy. Nesze, te rohadék! Nesze! Nesze! Robert, hagyd abba! Hagyd abba, légy szíves! Engedjed el! Engedjed már! Nesze, mondom, hogy Bret Hartom a legjobb választás. Erre a meccse. Így van, semmi szükség egyébre. Ott van, charge finisher, azonnal! Sémi! Meg ne! Így van! Irish Curse, Megbreaker. Oh, top rockik, micsoda! És a Bad Bunny megtöri, bazd meg. Meg. Nem igaz. Közben rám légy, ott így amúgy halom. Mi történik? Nem tudom. Rich Holland ugyanis megverte Andrét. Halló! Ott a kis VFI cakra. Rich Holland! Jó, de ez amúgy izgalmas volt, hát jól meg volt csinálva. Rich Holland... megoldotta a másik ringben Andrét. Nem két teljesen független meccsajárástól. Nem is találkoztál. André, meg te nem találkoztál. Nem. Egy ringben. Nem, de ez amúgy oké volt. Jó. Fessünk számot róla, hogy mit láttunk összességében ez alatt, nem tudom mennyi, kb. Egy óra alatt.
eltekintve ettől azért, hogy bárkivel bármit csinálhatsz, ettől függetlenül szerintem még több tartalom van benne. És hogy van kedved hozzányúlni, amit régen, ritkán érzel a játékoknál amúgy, főleg ennél. Igen, ugye tudni kell, hogy vannak a sztori alapú gémek, God of War, Red Dead, Last of Us, teljesen más kategória. Így van. A Nem The Beat azzal lehet összehasonlítani, mint a FIFA, az NBA, az NHL játékok, amivel igazából szórakozóval kihívást jelent, soha jól érzed magad, és nem ér véget, ha nem akarod, akkor soha nem ér véget, így van. Ez is ilyen, láttuk azt, hogy mindenen egy kicsit azért úgy csinosítottak, amin kellett. Abszolút. Minden, ami frankó volt, az megmaradt. Alapvetően nagyon-nagyon szép a játék. Ez egy PS4 Pro, még ezen is marha jól néz ki. Ötösön, meg Abszolút. Még aztán PC, meg aztán Abszolút. Biztos, hogy egészen elképesztő. Amit itt most felhoztunk, hogy a gameplayben az kár, hogy nincs megoldva, ami tényleg már megvolt oldva, nem tudom, 2007 körül, hogy nem bírják felemelni a kisebbet, hát nagyobbokat kell rajta dolgozni, stb. Ennek biztos, hogy ez a oka lehet, hogy ezt kiszedték, vagy az is lehet, hogy ezt külön lehet valahogy kapcsolni, ezt nem tudjuk, de abból indulunk ki, hogy a normál beállításon mi van. Igen. Itt ezt nagyon hiányoltuk, az egy kicsit hülyén néz ki, választasz egy 150 kilós pankrátort és egy 80 kilóssal bámpoltatot. Hát ahogy, ugye így volt. Igen, ahogy ezt így mutattuk is. Viszont a Wargames, amivel szkeptikus voltam, marha jól van megoldva. Az nagyon jó. Ha igen, többen igen. játszatok, és mondjuk nem két kontroller van, és négy PC, hanem mondjuk mindenkinél van kontroller, akkor biztos, hogy óriási buli. Igen. Tök jó ötlet a férfi-női sztorinál is, hogy van egy alapkiinduló történet. Igen. Ez és amúgy mindegyik egy létező dolog, az egy próbálsz kitörni a skatujádból, a másik pedig valakinek az árnyékával akarsz. Hát ez, ja. Igen, a színás megoldás is marhára tetszik, hogy az ellenfelek szemszögéből mutatja igen, be. Igen. Kicsit azért tudod, ezzel is súgja azt is, hogy azért a mi szakmánkban nem azt számít igazán kigyűlsz feltétlenül. Nem az eredmény az első, hanem a momentum, a történet. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy aki ismerkedik a pankráció világával, annak ezek a sztori módok fognak nagyon. Bejönni, meg a haverokkal nyilván a ezerfélemes típusban a baromkodás. Igen. Aki meg mondjuk vágja a WWE-t évek óta, azoknak meg a MyGM. Az, a MyFaction egyébként mindenkinek, akinek a NBA meg a FIFA-ban ezek a kártyás Ultimate Team, MyTeam dolgok. Ezek az ászlós hajók egyébként a játékokban, tehát valaki csak ezért veszi meg. Budai Peti például, ő csak az Ultimate Team miatt veszi, ő már nem játszik mást, ő csak azt. Hát igen, a FIFA-ban is egyébként hasonló, van, aki csak online tolja, yeah, yeah. van, aki csak a karrierizét és vásárolgatja játékosokat, mint én azt nyomom, igen. én azt imádom. Igen, Dover is egyébként az egyik NBA-t megvette, tavaly előtt, és csak üzletel kosarasokkal ide-oda adogatja őket, úgyhogy, ja, mindenki, meg lehet találni mindegyikbe szerintem, meg tök sokféle szál van. Úgy abszolút. Hogy... Nagyon szépen bevezet egyébként a WWE meg a pankráció világába, megtanít a játék egy csomó mindenre, ez az elődei is egyébként így megcsinálták, úgyhogy biztos, hogy ki fog telni belőle egy évnyi szórakozás, amikor majd aztán nyilván jönni fog a következő. Meg hát a kedvet kaptok, hogy gyertek a mi műsorainkra is, ami nagyon fontos, mert azért mi is egyfajta hangulatot tudunk adni, úgy érzem, ami full más. Igen, igen, ezt szoktam mindenki kiemelni, azért az ilyen HC-i műsoroknak lelke van, van egy olyan hangulat, ami elképesztően működik. Én is erre búzdítalak titeket, most már tudjuk, hogy május 27 a következő nagy műsorunk. Igen. A Kellner Ferenc Sportközpontban lesz megtartva, egy csomó különlegességgel, három címmérkőzéssel készülünk. Úgyhogy gyúrunk rá, már lehet kapni a Tixahangerin keresztül jegyeket, HCV a dicsőség napja. Ezen kívül pedig ugye most vagyunk még csak túl a Vendettán. Így van. Ezt a HCV Hungary YouTube csatorna tagok már, ha minden igaz, a holnapi naptól biztosan meg tudják nézni. Ennek a videónak, ha kijött, akkor már biztosan. Na, az frankó. És felvettünk ugye egy Wild adást is, amit szét fogunk szabdalni négy részre. Így van. Ezek viszont így az ingyenes részlegbe ki fognak jönni, ezek a Vendetta utáni történések. Ugye másnap lesz egy csomó tartalom, fel tudjátok venni a fonalat, gyertek el májusban, és hogyha szeretnétek pankrátor képzésre jelentkezni, az pedig a hcvdojo@gmail.com-ra, ha írtok, akkor ott tudjátok megtenni. Zuglóban van egyébként a központunk, az edzőtermünk, és folyamatosan képezzük a pirkózókat.
Így van. Köszönjük szépen a figyelmet. Meg a Szenegálnak a kódot, meg a lehetőséget. És itt alul találjátok a linket, ami odadob titeket az oldalra, ahol meg tudjátok venni. Összességében ilyen yes or no-ban, ha nézzük, én ajánlom. Bőven megéri ezt. Az egyik legjobb WWE játék. Igen, rossz helyre nem fog menni a pénz egyértelmű. Nagyon jó. Így van. Sziasztok.